Amúgy egyébként az is lehet, hogy valamelyik szomszéd kedveskedni szeretett volna, vagy valami új év alkalmából. Patkány méreggel? Üdvözlök mindenkit, visszatértem. Ebben van a videóban patkányírtónak fogom tettetni magamat. Illetve még mutatok is valamit előtt. Ezt a kettőt. Nézzük, hogy áll. Ugye patkányírtónak fogom tettetni magamat. Ez hogy kezdődne el, hogyha esik az eső? Mert pont most elkezdett esni az eső. Szóval vissza fogunk térni a gyökereinkhez, és először bemelegítésképpen telefonon fogunk valakiket felhívni, utána talán veszünk egy ilyen, az volt még az ötletem, hogy utána bemegyünk mondjuk a spárba vagy valahova, és veszünk egy ilyen fekete nylonzsákot, és aztán ráírjuk, hogy patkányméreg, aztán olyanokat, hogy aztán becsökkentünk valakihez, és aztán megpróbáljunk eladni neki patkányizét, meg ilyeneket. Vagy egy ilyen fekete dobozra ráírjuk azt, hogy patkánycsapda per egércsapda, és akkor azt is, hogy rendelt egy ilyet. És hogy ezt odaadjuk nekik, az embereknek. És akkor csak én nekem kell kiszállni, és akkor így bemondani az embereknek. Ja. Na jó, akkor kezdjük is egy, felhívunk valamilyen embereket. Szép jó napot kívánok! Lászlóval beszélek? Igen, én vagyok. Szeretném mondani, mivel ez egy kábeles telefon, tessék már legyen szíves akkor felírni az e-mail címemet, és akkor ott tudnánk még egyeztetni. Az e-mail címét írjam fel? Igen, kérem. Csak mert ez egy kábeles telefon, tudja. Aha, csak egyetlen egy baj van. Én útközben vagyok, se tól, se papír nincs nálam. Ne vicceljen már, uram, akkor félre tudna állni valahova, kérem? Gyors lesz, ez egy perc alatt meg lesz. De nem tudom felírni. És miért? Igazából csak azért, mert akkor még ott egyeztetnék, mert mondtam, ez egy kábeles telefon, és ott sokkal egyszerűbb lenne, és akkor szerintem elvinnék egy olyan 20 kamionnal, 25-tel. Figyeljen ide, hívjon fel estére. Este... Nem tudom fölülni, semmi nincs, az én telefonomban meg nem lehet bediktálni semmit. Ez még a régi telefonomban. Kérem, valahogy biztos, hogy ezt meg lehet oldani igazából. Nagyon szeretném elvinni ezt a tráját, csak... Valahova félreállni, és akkor csak egy ilyen egy perc, két perc alatt meg lehetne oldani. Mondja. Mondhatom? Mindjárt. Igen. Igen. S-A-K M S-A-K M Igen. A-J M-A-J D-I-K-K Kukac? Kukac? Kukac, igen. Eddig akkor mit tetszett felírni? Azt mondja, hogy... Szakmát... Mi az Istent írtam fel? Szakmát... Nem, tudom, hogy úgy van felírva. Szakmáj... Itt... Kukac? H-U-R-A Még egyszer? H-U-R H-U-R G-A G-A Ma-il Ma-il Eddig akkor vissza tudnám mondani? Csak hogy biztos jó. Az utolsó részét még egyszer, azt nem értettem. Azt mondja, hogy kukac, hur, het, e, mail. Az nem egy hatos, az egy G betű. G. Jó, bocsánat, G, úgy van, tényleg. Jó, G. És pont? Igen. S, U, B. Na, ne szórakozzunk már. S-U-B. S-U-B. K-R-A. És ennyi. Akkor egybe ki tudnám mondani? Csak nem vagyok... Haló? Igen, itt vagyok. Szakmájdik. Kukac. Hurga. Mail. M. K.
Tára. Elnézést, az utolsót azt nem értettem. Tára. Nem Tára. Akkor mi a pont utánüzés? Ön mit írt le akkor? És akkor úgy kijavítom. Tára. Azt lebetűzni? Na, elszórakozunk egymással, nem? Még meg akartam írni azt, hogy utána szekvegyik, kukac, hurgamél, pont subscribe to my channel, pont valami. De nem bírtam. De lett, igen, ez is ügyszerűs volt. Megpróbáljuk összeszedni az első alapanyagokat a cégünkhöz, a Mausex Terminator Kft.-hez, ami patkányírtót és egérírtással foglalkozik. Aztán megpróbáljuk kiszállítani embereknek, csak így. Ráerőszakoljuk, megpróbáljuk eladni a termékeinket házhoz menő eladásokkal. Na, nézzük is meg. Hölgyem, egy 100 forintosa van esetleg nekünk is? Hát nincs, sajnos. Nincs? Önnek esetleg van egy 100 forintosa? Csak mert sok mindent fogunk még itt venni, aztán lehet kéne, és akkor köszönöm, és akkor majd itt hova tegyem le? Ja, jó, köszönöm szépen. Megtaláltuk az első cuccot, amit lesz. Ezt az ételt betesszük majd egy nylon zacskóba, és belenyomjuk, belepréseljük, és patkányméregnek fogjuk eladni. Megvannak a zacskók, amikbe tenni fogjuk a cuccokat. De igazából ennyi. Ennyi. Jó uram, hát kérdezzem már meg, hogy ön szerint a rengeteg patkány van a házunkban, szerinted, hogy tejföl teszek a patkány csapdánkba, az működik? Vagy mit tegyünk? Fogalmam nincs. És ön szerint mi ölné meg a patkányokat? Egy romlott kolbász, vagy esetleg? Nem, patkányméreg. Patkányméreg, és azt itt nem találok, szóval valamivel helyettesíteni kell. Igen. És mi az Istenen lehetne helyettesíteni a patkánymérget? Csak valamit kérem, hát ha olajjal, vagy liszttel, vagy só, cukor, bors. Fogalmam sincs. Csak valamit kérem, uram, mert tényleg nagy bajban vagyok. Anyukám már mondja, hogy már évek óta mondja, hogy ezek a patkányok megrágják az elemózsiánkat. Fogalmam nincs. Túróval? Nem, hát nem. Ilyen kajával nem, hanem nem. Ha még önnek kéne, az életem múlna rajta, hogy megölje ezeket a patkányokat, milyen ételt, vagy mit használna ebből a boltból? Patkánymérget, hívne semmit. Na, látjátok? Kifizetődik az, hogyha emberekkel mersz beszélni. Na, megvan az alapanyag, szereztünk, zoom nem lesz rajta, ugye? Fókusz nem lesz rajta. Hú. Mindegy, nem baj. Szereztünk a szikszalagot, és most akkor ezzel megpróbáljuk ezt a dobozt, amit szereztünk, minél olyanabbra csinálni, hogy olyan legyen, mint egy patkánycsapda. Nos, srácok, itt is lennénk az elkészült termékkel, de valahogy sikerült a mikrofonomat elrontani, mivel ez egy új kamerával volt. Minden esetre, amit itt mutatok, az, hogy ráírtam a cég nevét, azt, hogy Mouse Exterminator, illetve rárajzoltam nagy nehezen egy halott patkányt, és ugye befejeztük a szikalagozását, és nagyjából kész lett a maga patkánycsapda. És a most következő dolog az pedig ugye a macska kaja, csak valami furcsán kinéző kaját akartunk beletenni egy nylon zacskóba, aztán azt szépen bele is tettük, és irgalmatosan büdös volt. Nagyon büdös, de azért nem volt kellemes. Aztán becsomagoltuk, kötöttem rá, ugye itt lehet látni egy csomót, és fogtunk egy adagot a szikszalagból, raraktuk erre a nylon zacskóra, és egy tollal, egy filccel ráírtuk azt, hogy méreg. És ezzel elkészült a cégünk első patkánymérge. Hogy működik ez a csengő? A patkányírtóját. Csak értesíteni szeretném, hogy felszereltük a patkányírtóját. Végül ide szereltük föl. Nem, hozzám biztos. De jöjjön ki, akkor nézze meg, ha nem, akkor elviszük, de már ide föl van szerelve. Ide, nekem? Erre a címre, igen. Ki szeretette ő? Most jön.
Itt ez a Mouse Exterminator 2000, és igazából teljesen jól működik. Minden van benne, és végül aztán ide szereltük fel. Hova? Ide az ajtóhoz, hogy ne menjenek be a patkányok. És mit kell fizetni érte? Igazából előtte elmagyarázom önnek, és csak utána kell akkor. De hát nekünk nem rendeltem ilyen. Hát igazából felszereléssel együtt rendelték, és végül aztán ide is tettük. És igazából, itt ezt meg is tudja nézni. Mondom, én nem rendeltem 1000%. Lajos téven van, igen, nem? Igen. Én nem rendeltem 1000%. Hát nem tudom, akkor meg szeretnél nézni, mert én ezzel nem fogok semmit csinálni. Itt nincs patkány. Hát akkor kérem, nézze meg. De engem nem érdekel. Van benne patkányméreg is igazából. Írtunk rá egy címkét is, ebből ki lehet szedni ezt így. De nem a szomszéd valamelyik rendelte? Már ki van fizetve, szóval ezt valahogy muszáj lesz ide letennünk önnek. Ha ezt kitetszik nyitni, akkor én oda bejebb is tudnám vinni, és akkor nem ismeri ezt a céget? Mouse Exterminator. Nem. Nem tudom, igazából nézze meg szerintem. Itt a doboz. Ez maga a csapda. Bele kell tenni a patkánymérget. Nem tudom. Ez csak direkt rá lett írva. És egy kis adag. És a macska eszi meg? Macskák vannak itt. Már komolyan? Komolyan. Akkor. De igazából direkt mondta a szomszéd, hogy itt vannak macskák is. Nem is egy. Környéke tele van macskával. Macskára hála a jó Istennek ez nem mérgező. Biztos? Biztos. És igazából egy ilyen kis darab 400 patkányt tud megölni. Egy kis darab ebből. Ez a méreg... Vagy engem öl meg. Azt azért bízom, hogy nem... De igazából nem tudom ezt nézni meg. Ezt... Hát a méreg rá van írva. Én nem rendettem. Biztos? 1000%. Ki is van fizetve meg minden? Igen, interneten volt megrendelve. És igazából csak a címet adták meg. És ő honnan hozta most ezt? Ez magyarországi cégünk, Mouse Exterminator. Ez maga az Mouse Exterminator 2000. Ez igazából patkány és egérírtás. Aztán ezt van egy darab 200 g-os patkánymérget tetszett rendelni. Én nem rendeltem. Nekem? Biztos? Biztos. De ezt már tényleg ki van fizetve meg minden. De szóval... Én? Igen. Rendornit? Igen. Aztán ezt a címet adták meg. Ami egyébként az is lehet, hogy valamelyik szomszéd kedveskedni szeretett volna, vagy valami új év alkalmából. Nem. Patkány méreggel? Hát mostanában elszabadultak a patkányok errefele. Hát elég sok a patkány, az biztos. Tudom. Ebből, hogyha itt látja, fel is van tüntetve, hogy méreg, és igazából egy kis darabot beletesznek ebbe a dobozba, egy ilyen kis darab 400 patkányt meg tud ölni. Értem én, de én nem, nekem nem írom alá, meg nem is veszem, nem kérem, köszönöm. Hát minden esetre akkor annyit kéne csinálni, hogy ilyenkor, hogyha nem öné a termék, akkor ilyenkor adunk ingyen egy darab patkánymérget önnek. És mit csináljak vele? Hát igazából nézze meg, hogyha igazából nem kell. De ki ne dobja, vagy ha ki dobná, akkor inkább visszavisszük a cégnek, és akkor visszautaljuk a pénzt önnek. Jó. Rendben. Benyomtam valamit. Jó napot kívánok, meghoztam a megrendelt terméket. Milyen terméket? Mouse Exterminator Kft-től egy darab patkány csapdát. Én nem rendeltem ilyet. A Mouse Exterminator cégtől? Nem. Nézze meg a pontos címet, ha megvan a telefonon. Megvan egyébként. Már az ötödik kört futom itt. Nem tudom egyszerűen. Én nem rendeltem, mondom. Azért címet nézze meg. Biztos ő nem keresett rá a cégünk nevére sem, és nem tudom. Nem is tudom. Milyen Mauer Extra vagy mi? Mouse Entertain, nem. Exterminator. Biztos nem. Új cég, startup. Nem. Ő felesége, vagy gyerekei, nem tudom. Nem, szóltak volna. Minden esetre, köszönöm, ilyenkor, mindjárt felveszem, minden esetre ilyenkor akkor annyit kell csinálni, hogyha ötödjére kell megint valakinek ezt csinálnia, mert ilyenkor ki kell jelenteniük szóban, hogy nem rendelt ettől a cégtől, és bemondja a cég nevét. Nem rendeltem, akkor ki kell jelenteni, nem rendeltem ettől a cégtől. De pontos nevét.
Nem rendeltem a Maus Exterminator cégtől. Jó, szerintem akkor egyébként valamelyik másik. Erre nincsenek ilyen izék, arra az erdő felé jobban vannak ilyen. Rendben. Megnézem. Ha, te is hallottad? Hallottátok? Mit akar? Maus extra. Nem tudom, mit akart mondani, de... Na ugye az eső már elmosta ennek a szarnak az izét. És csodálom, hogy elhiszik az emberek. Ezzel a fos színnel. De, ja, nagyon vicces. Nagyon vicces volt. Először, mikor még ott voltam, azt hittem, hogy izé nem fog sikerülni, mert ki fog látszani a kamera, vagy valami, de végül sikerült. Nagyon vicces volt.